70 évvel ezelőtt a Földünk népessége még csak a 2,5 milliárdot haladta meg, de az emberek száma mára már 7,8 milliárdra nőtt. De ne gondold azt, hogy mindenki olyan szerencsés, mint amilyen szerencsés te lehetsz. Ha nem tudod, hogy miért állítom azt, hogy szerencsés vagy, akkor engedd meg, hogy feltegyek neked néhány kérdést. Mikor volt az utolsó olyan eset, hogy azon kellett gondolkoznod, hogy mi lesz az általad felhalmozott szeméttel? Vagy azon, hogy honnan szerez tiszta ivóvizet? Vagy azon, hogy megfürödje abba a folyóba, amibe a gyárak belengedik a mérgező vegyi anyagokkal teli szennyvízüket? Na ugye? Gondolom, még soha nem kellett ezen törnöd a fejed. A Föld népessége egyre nagyobb, és számos olyan város létezik, ami egyszerűen képtelen lépést tartani ezzel a rohamos növekedéssel. Emberek milliói élnek olyan helyeken, ahol nincs megfelelő szemétfeldolgozás, nincs megfelelő szennyvízhálózat, és még a levegő is szennyezett. A mai videóban megismerheted a világ legszennyezettebb városait, ahova soha nem akarsz majd ellátogatni. Dhaka, Bangladesh. Az Egészségügyi Világszervezet felmérései szerint Bangladesben évente nagyjából 195 ezer ember veszti az életét a légszennyezésnek köszönhetően. Dhakában minden egyes köbméter levegőben 463 nanogram ólom található meg, ami nagyjából 10-szer nagyobb az elfogadható koncentrációnál. A Dhakában született csecsemők nagy része már ólommérgezéssel jön a világra, így ezeknek a gyerekeknek az egész életüket viselkedési zavarokkal kell leélniük, ami az ólommérgezés egyik mellékhatása. A Bangladesben található magas légszennyezésnek két fő forrása van, a járművek és az ipar. Dhakában jelenleg 9 millió ember él, és az autók száma meghaladja a 2 milliót, de nem ez okozza a legnagyobb problémát. A festékgyárak, kerámiagyárak, elemgyárak és a szezonálisan működő téglaégető kemencék alakítják ki azt a szennyezett levegőt, amit szó szerint látni lehet. A téglaégető üzemek, amik fát és szenet használnak a téglák égetéséhez, apró, szilárd részecskék sokaságával, kénoxidokkal és szerves vegyületekkel töltik meg a levegőt. A növekvő népességgel egyidejűleg épülnek egyre magasabbra az épületek, így egyre több téglagyár jelenik meg nap mint nap, de sajnos a nyomornegyedek száma is növekszik. Dhaka a világ egyik legsűrűbben lakott városa, ami napjainkra lehetetlenné teszi a tiszta környezet fenntartását. A várost körülvevő folyókban az élő világ teljesen kihalt, amihez a folyókba engedett ürülék, a gyárak mérgező szennyvize és a szemét egytől egyik hozzájárult. És sajnos a legtöbb itt élő ember arra kényszerül, hogy azt a szennyezett vizet igya meg, amiben egyetlen egy élőlény sem volt képes életben maradni. Port-au-Prince, Haiti. Port-au-Prince Haiti fővárosa, ami Kubától délkeletre helyezkedik el. Míg a kubaiak Fidel Castro irányítása alatt megtanulták megbecsülni a környezetüket és a közösséget, addig a haiti lakosok semmi más nem tanultak, csak azt, hogy magukkal foglalkozzanak. Ez meg is látszik a város állapotán. Míg Kubában elképesztően nagy a tisztaság, addig Haitin semmi más nem találhatunk, mint az utcán csordogáló szennyvizet és rengeteg szemetet. Port-au-Prince a világ második legnagyobb olyan városa, ami nem rendelkezik központi szennyvízelvezető hálózattal, és egy olyan városban, ahol egy millió ember él, ez elég nagy problémát jelenthet. Az itt élők nagy része még a mai napig pottyantos WC használatára kényszerül, így az emberek a saját ivóvízforrásukat szennyezik be minden nap. Ezeket a pottyantos WC-ket úgynevezett bajakuk tisztítják, akik bármiféle védőfelszerelés nélkül az aknába mászva két kezükkel szedik ki innen az ürüléket zsákokba, majd ezt a folyóba dobálják. A szennyező körülmények miatt néhány éve a kolera is újra felbukkant Haitin, ami egy újabb problémát jelent az itt élők számára. Az utcára lépve bárki azonnal érezheti az elképesztő bűzt, és láthatja a bokáig érő szemetet, ami Haitin az emberek hétköznapjainak egy megszokott része. Dzerzsinszk, Oroszország. Egészen a hidegháború végig Dzerzsinszk volt Oroszország vegyi fegyvergyártásának az egyik legfontosabb helyszíne, ahova régebben orosz rabokat szállítottak, akik rendőri felügyelet mellett élhettek szabadon, ha az itt található gyárakban dolgoztak. A városban egy olmozott benzingyár is helyet kapott, ami nagy mennyiségű és erősen mérgező hatású ólom tetraetilt juttatott a környezetbe. Dzerzsinszkben 1930 és 1998 között nagyjából 300 ezer tonna veszélyes vegyi hulladékot helyeztek el nem megfelelő módon, így ez a város jelenleg a világ egyik legmérgezőbb helye. A vegyi hulladékok által mintegy 190 azonosított vegyi anyag jutott be a talajvízbe, ami akár akut mérgezéshez vagy halálhoz is vezethet. A helyi lakosok nagy része még a mai napig ezeknek a mérgező gyáraknak az egyikében dolgozik, mivel más lehetőségük nincs a pénzkeresésre, ami az itt élő emberek élethosszát szemmel láthatóan a felére csökkenti. A temetőben százával tornyosulnak olyan elhunyt emberek sírkövei, akik még a 40. életévüket sem töltötték be.
Gyercsinszben az emberek a mérgező talajvizet használják a termesztéshez, és a helytóból fogják ki azokat a halakat, amik egész életükben olyan vízben éltek, amiben a periódusos rendszeren felfedezhető kémiai elemek nagy része is jelen van. Láttál már kék kutyákat? Nos, Gyercsinszben ezeket is megtalálhatod. Idén februárban 7 kékszőrű kóborkutyára leltek, akik valószínűleg az egyik vegyi anyaggyár hulladékától váltak kékké. És az itt élő emberek sorsán nyilván Európa legnagyobb szemétlerakója sem segít, ami közvetlen Gyercsinszk mellett helyezkedik el. Jáva, Indonézia. Jáva nyugati részén a Citron folyó a világ legszennyezettebb folyója, ami több százezer ember mindennapi ivóvízforrása. Ez a folyó szó szerint annyira tele van szeméttel, hogy bizonyos helyeken még a víz felszínét sem lehet látni. És amikor a folyóban található szemét mennyisége már a műhold felvételeken is tisztán látszik, akkor érezhető, hogy itt tényleg nagy a baj. Az itt található textilgyárak, amik olyan cégeknek gyártanak alapanyagokat, mint a Zara, a H&M és az Adidas, a hulladékokat és a gyártás során kialakuló szennyvizet egészen egyszerűen beleengedik a folyóba. Minden nap nem kevesebb, mint 20 ezer tonna szemét és 340 ezer tonna szennyvíz kerül a folyóba a nagyjából 2000 különféle textilgyárból és az itt élő emberektől, így nem meglepő, hogy az itt egykor fellelhető halfajok 60%-a mára már teljesen elpusztult. A Citron folyó szennyezett vize tölti meg Indonézia legnagyobb víztározóját is, aminek 3 milliárd köbméteres a kapacitása. De sajnos ebben a vízben az ólom mennyisége ezerszer magasabb a Magyarországon még megengedett mennyiségnél. A 280 km hosszú folyó mellett élő nagyjából 18 millió ember tisztában van azzal, hogy a víz mennyire szennyezett, de sajnos itt más ivóvízforrás nem létezik. A folyó nélkül a túlélés lehetetlen, de a folyóból használt víz mindent megmérgez, amihez hozzáér, így ez egy ördögi kör, amit talán sosem lehet megállítani. La Oroya, Peru. Egészen 1922 óta a perui La Oroyában a gyermekek és a felnőttek is egyaránt ki vannak téve az Andok oldalában található bányaváros és a feldolgozó üzemek által kibocsájtott mérgező anyagoknak. A bányákat egy amerikai cég üzemelteti, és csak keveset tesznek azért, hogy megpróbálják visszafojtani a levegőbe engedett ólom mennyiségét. A La Oroyában élő gyermekek 99%-ának a bérében a normálisnál magasabb az ólomszint, ami a megfelelő szellemi fejlődést megakadályozza. A kén-dioxid szint is meghaladja az egészségügyi világszervezet által meghatározott még elfogadható szintet. A fémolvasztás során létrejött porszemcsék egy emberi haj vastagságánál 10-szer kisebbek, amik így könnyedén bejuthatnak az ember véráramába a nyálkahártyán keresztül, majd itt addig halmozódnak fel, míg visszafordíthatatlan betegségek alakulnak ki. A feldolgozó üzemeltető cég folyamatosan a háttérbe helyezte a környezetvédelmi intézkedések bevezetését és betartását, 18 éven keresztül folyamatosan haladékokat kértek ezzel megsértve a törvényeket, majd 18 év elteltével csődöt mondott a cég, hogy elkerüljék a kötelezettségeiknek a teljesítését. Csernobil, Ukrajna. Csernobil történetét sokan ismerik, de úgy gondolom, hogy ez a lista nem lenne teljes, ha nem említenénk meg ezt a helyet, mivel a mai napig is ez a világ egyik legszennyezettebb helye, annyi különbséggel, hogy szerencsére itt már nem élnek emberek. A Kijevtől északra található csernobili atomerőműben 1986. április 26-án hajtottak végre egy tesztet, aminek során egy leolvadás történt, ami a reaktorok felrobbanásához vezetett. Közvetlenül a baleset helyszínén 30 ember vesztette az életét, de azoknak a számát soha nem tudhatjuk meg, akiknek a halálát a robbanást követő sugárzás okozta hetekkel, hónapokkal vagy évekkel a baleset után. 1992 és 2002 között Oroszországban és Ukrajnában több mint 4000 pajzsmirigy rákot diagnosztizáltak gyermekeknél és serdülőknél, ami legfőképpen a 14 éven aluliakat érintette. A robbanás után létrehozott 30 kilométeres zóna a mai napig egy tiltott terület, de sajnos a zónán kívül nagyjából 5 millió ember él Oroszország és Ukrajna azon területein, amiket szintén szennyezetnek minősítettek. Az évek múlásával egyre jobb a helyzet. Egyre több élőlényt lehet felfedezni a tiltott zónán belül, ami arra vél következtetni, hogy a világ legsúlyosabb nukleáris katasztrófája kevésbé káros a természetre és az élővilágra, mint az emberek jelenléte. Köszönöm, hogy ismét itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!